Köszöntök mindenkit, sziasztok! Bár a címben már megjelenik a változás szó, azért holnap napközben még nyugodtan tervezhetünk szabadtéri programokat, kirándulásokat. A közeledő frontrendszer hatása abban kimerül, hogy a napsütés a Dunántúlon egyre inkább bágyattabbá, szűrtebbé válik a felhőzet megvastagodásával. A jövő hét első napjai viszont már kifejezetten változékony időt tartogatnak. Nyugat-Európában jár az a frontrendszer, ami majd tehát holnap, illetve holnap után megérkezik hozzánk. Ennek előhírnöke gyakorlatilag az a felvonuló fátyol felhőzet, amely majd holnap napközben egyre inkább beteríti a Dunántúlt, de estig csapadék még ott sem várható. Aztán szépen fokozatosan a hullámzó frontrendszer is megérkezik majd a hétfői nap során, így egyre több felé számíthatunk majd csapadékra. Az előttünk álló éjszakán viszont egyáltalán ne készüljünk se záporra, se zivatarra. Többnyire derült lesz az ég, inkább csak helyenként maradhatnak felhősebb vidékek, és azért hideg lesz a hajnal, 3 és 8 fok közé hűl a levegő általában, viszont az északi völgyekben megint csak előfordulhat a gyenge fagy. Az Észak-Dunántúlon, ahol lengedezni fog majd a szél, ott viszont csupán 9-10 fokig hűl a levegő. Aztán holnap napközben a napi menetnek megfelelően gomoly felhők képződnek, de ezek a gomoly felhők ellaposodnak, csapadékot nem adnak, és ahogyan említettem, mindeközben a Dunántúl fölé már megérkezik a fátyol felhőzet, ami majd egyre inkább vastagszik a délután során, de estig csapadék nem alakul ki, az esti órákban viszont már ott néhol zápor, zivatar előfordulhat, illetve csekély valószínűséggel a keleti határa is besodródhat. Egy-egy zápor, illetve zivatar. 19 és 24 fok közé melegszik fel a levegő délutánra, tehát a hőmérsékletre nemigen lehet majd panasz. A Dunántúlon megélénkül a délkeleti szél, esetleg itt Sopronnál egy-egy erős széllökés is előfordulhat. Aztán a jövő hét már változékonyabb időt tartogat, legalábbis annak a első napjai. Hétfőn bár nem lesz teljesen zárt a felhőzet, naposabb periódusokban is részünk lesz, azért többfelé, több hullámban számíthatunk majd csapadékra, esőre, záporra, helyenként zivatarra egyaránt. Majd aztán a kedre virradó éjszakán egy összefüggő felhő és csapadékzóna vonul át hazánk nagy részén, viszont ekkor napközben még a keleti tájakon esős, borongós idő valószínű, mögötte felszakadozik a felhőzet, de záporok, zivatarok azért kialakulhatnak. Viszont szerdán már megnyugszik felettünk a légkör, ekkor többnyire napos idő várható, inkább csak futó záporok alakulhatnak ki. Viszont ahogyan látható, azért jó pár fokkal visszaesik a hőmérséklet. Én ezzel szeretném megköszönni figyelmeteket, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és kövessetek bennünket legközelebb is. Sziasztok!